Nők a kereszténységben címmel szerveztek kétnapos konferenciát a Nyíregyházi Egyetemen. A rendezvény részben a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódik. Ennek apropóján is hívott számos előadót a Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportja és az Egyetem Történettudományi és Filozófiai Intézete. A konferenciával egyrészt hagyományt ápolunk, hiszen a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi Tanszéke minden évben konferenciát, illetve konferenciákat szervez. Másrészt viszont hagyományt is kívánunk teremteni, ugyanis ez a mai rendezvény a Magyar Történelmi Társulat újjáalakult Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportjának az első rendezvénye lesz. A Magyar Történelmi Társulat ugye nagy múltra tekint vissza, és idén, tehát 2017-ben ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A konferencián a Bécsi Egyetem teológusa a 60-as évek végén Észak-Amerikából indult teológiai irányzatot, a feminista teológiát ismertette a résztvevőkkel. Perintfalvi Rita kiemelte, azért is fontos ez az irányvonal, mert az egyház 2000 éves történelmében 35 olyan katolikus tanító volt, aki meghatározót alkotott a teológiában. Közülük azonban mindössze 4 nők, ezért jogos a kérdés, hogy hol vannak a nők a kereszténységben. Előadásában arról is beszélt, aki a nőket kirekeszt, az a világot alapvetően félreérti. Ahol a nőket diszkriminálják, ott tulajdonképpen az Istent magát értik félre. Tehát az, amikor egy nő végre teológiát művelhet, bekerülhet a teológiai tudományos életbe, akkor tulajdonképpen nem arról van szó, hogy egy tortából ő is most kap egy szeletet, amiből addig nem kapott, hanem egy spirituális kérdésről is van szó, hogy az Isten az a kicsinyek, a kirekesztettek pártján áll, és ezért tulajdonképpen a nők mellett is. Ezért ez nem csak egy egyházpolitikai kérdés, hanem spirituális kérdés is, hogy a nők megkapják a maguk méltóságát az egyházon belül és a teológiában, amire hát a feminista teológia törekszik, hogy ezt megfogalmazza, kritizálja, és talán olyan pontokat, ahol ez megvalósulhat. A feminista teológia Magyarországon még gyerekcipőben jár véleménye szerint. A nőkre egyfajta befogadott idegenként tekintenek, mert bár taníthatnak hittant, vagy végezhetnek szociális szolgálatot, de a döntéshozatalban nem szólhatnak bele. Erre példának a pápa választást említette a teológus. Az egyházakat összehasonlítva a luteránusoknál van a legtöbb szerepük és lehetőségük a nőknek, ezután a reformátusoknál, majd a katolikusoknál, tette hozzá Perintfalvi Rita. A Nyíregyházi Egyetem vezetője is köszöntötte a résztvevőket, majd beszédében kiemelte, fontos, hogy tudományos szinteken is foglalkozzanak a témával. A konferencia címéhez igazodják, egy vajúdó világban élünk, amiben biztosan meg fog valami születni, nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, de azt már látjuk, hogy azokat a történelmi ismereteket, tényeket, amelyeket a történettudomány felhalmozott, azt el kell kezdeni másképp nézni. Mire gondolok? Hát hajlamosak vagyunk mi, és most hangsúlyozom azt, hogy a férfiak, a hatalom, az erő szempontjából nézni a világot, hogy hogyan lehet legyőzni, leigázni. Én úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy a történelmi tényeket és egyáltalán a világunkat a nő szemszögéből is tudjuk nézni, tehát hogy hogyan tudunk együttműködni, óvni, védeni, fejleszteni. A konferencián elhangzott, ehhez hasonló tudományos tanácskozást eddig még nem szerveztek hazánkban, ahol 2 napon keresztül csak ebben a témában hívtak volna előadókat. Így Nyíregyházának úgymond úttörő szerepe van a nők a kereszténységben kérdés megvitatásában.